Egy nehéz, de sikeres évnek értékelte Boros László Attila ügyvezető a Gyulai Várfürdő 2014-es évét a három témában. A rossz időjárás ellenére az Akvapalotának köszönhetően közel 40 milliós nyerességgel sikerült zárni a tavalyi esztendőt, a tervezett 30 millióval szemben. Az új létesítmény vendégszámát 100 ezer főre tervezte a menedzsment, ezzel szemben több mint 166 ezeren vették igénybe a komplexum szolgáltatásait. A fürdő vendégkörét jellemzően továbbra is a belföldi turisták teszik ki, de szép számban érkeztek vendégek a szomszédos Romániából is. A vezetés bízik benne, hogy az idei esztendő is legalább ilyen számokat produkál majd. Összességében 2015-ben arra számítunk, hogy a 14-es nagy ugrást nem tudjuk megismételni, hiszen olyan nagy beruházás, nagy szolgáltatás bővülést, mint amit 14-ben jelentett az Akvapalota, most nem tervezünk, illetve nem is lesz egészen biztosan. Viszont szeretnénk szinten tartani a 14-es eredményeket, akár vendégforgalomban, akár gazdálkodás tekintetében, és reméljük, hogy a 2014-el ellentétben 2015-ben még nyár is lesz véletlenül. Idén sem tervez a korábbiakhoz képest jelentősebb áremelést a fürdő, de a szokásos nyári árképzésre most is számíthatnak a vendégek. A jegyárakban egy apró korrekció előfordulhat majd a nyári időszakban, hiszen ezt minden évben meg szoktuk tenni, hogy nyáron egy pár forinttal magasabb árszinttel jövünk ki. Ez egyébként be is bizonyosodott, hogy a piac is tolerálja ezeket a lépéseket, a fürdőnek pedig bevételi oldalon ezek nagyon fontos tételek. Az ősszel lehet, hogy nem állunk vissza erre a mostani szintre, hanem a nyári és a mostani szint között egy minimális áremeléssel próbáljuk följebb pozícionálni, magasabban pozícionálni a fürdőt a fürdőpiacon. A Várfürdő tervezett fejlesztései között első helyen szerepel a gyógyászat felújítása, melyre a vezetés már összeállított egy beruházási tervet, és amennyiben ehhez rendelkezésre áll majd a pályázati forrás, akkor ez lesz a következő nagy projekt a létesítményben, közel 1 milliárd forint értékben.